Katinából valamilyen kenőcsöt nyertem. Az igazi. Visszakapod. Jó én. Nem hoz, kijössz én, vagy még maradsz? Ja, akkor valami ízét. Ne? Drágások, drágások. Drágások. Mindegy, itt kellett kérni. Egész végig vette biztos a hang, a beszélgetéseket. Ja igen, te minden. Minden ízét. Megvan a dobáda. Dobáda. Mondja meg együtt a anyának. Szakszálának, ne fél, mert minden drága. Ja igen, csak így a diszkutáltunk itt valami pasasokkal, fiúkkal a meszelés históriákról, hogy mennyiért csinálnak. Nekem már kérnék az árat olyan 200, de egyese 200, itt az ismerettségtől a, itt az ember milyen szegény, milyen izé, az egy nagy szobát 200 lejét is elvennének, érti? Egyik 250-et, másik 200, azt mondja, attól függ, a izé másik el kell menni, másik vel, kér, megszakszálnak. Ha ne csodálkozzon a töm, ha odaadtam a kezelésre 100 lejét, akkor mit csodálkozik? Ha a kezelésre hagytam ott a 100-est a fogorvosnál, akkor mit csodálkozik? Elvennének a 250-et, igen, igen. Attól függ az illet. Ha esetleg, ha megegyezném a fiúval, hogy na, engedjen le az árból esetleg. Egy pasas, egy fiú. Igen, igen. Foglalkozik minden izével, meszelés, minden izével. Ha úgy veszik, hogy métrupat rád sokba kerül, csak egyesek tudja, hogy van. Mondom, nincs a faszot rád, Féládépről. Mondtam, de csak így elbeszélgettük, érti? Elbeszélgettük csak. Csak beszél, beszéd volt ez csak. Amely látom, drágások, nagyon drágások. Lett volna egy más fiú, de menj el külföldre. Lett volna egy más fiú, egy magyar fiú, de menj külföldre el. Az megcsinálta volna 150-ét. Azt mondta, menj külföldre. Lett volna más valaki, mint azt mondja, de menj külföldre. Ez a román fiút nem ítélem. Nem foglalkozom. Lehet az is megcsinálna, ha megkérném, de azért az áraért, de na. Megkérik, ne féljen. Ha most egy tömésért kiadsz 90 lejt, akkor megkérik. Métrupat rátok, drága, kikalkulálta, 6/6, kikalkulálta, hogy ez drága. Hát rendesen kikalkulálod, jó drága, métrupat rá, milyen sok millió. De mondom, nem kell az emberről lehúzni a izét. Ők taxálnának csak. Nem csak mondom, így egy olyan izé megkérdeztem. Esetleg majd Jánost felhívom, a Karácsony Jánost, hol van, külföldön van, Romániában, vagy mit hazudik az is, csak így kíváncsiságban. Esetleg azt majd megkérdem. Azt is fel, azt fel fogom hívni telefonon. Akkor János, az igazi, akkor a kenőcsöt vegyem meg, kinek kell? Nekünk kell, aha, jó, jó, János, izen, jó, jó. Megvállak itt, megvállak. Csak érezted így a pasakodat.